Az első hallásra kissé bizarnak tűnő megmérettetés szigorú szabályokhoz kötött és nem mindennapi erőnlétet igényel. Ezen felül közelebb szeretne hozni az emberekhez egy olyan szakmát, amelyről keveset tudunk, vagy igyekszünk nem beszélni róla. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mint minden szakmában ebben dolgozó fizikai dolgozók is összemérjék a tudásukat, hiszen nap mint nap ők ezzel foglalkoznak a sírásással, de próbáltuk azt, hogy egy kicsit lazább, kötetlenebb körülmények között a versenyszellemre cselélődjön ez a pszichikai teher, vagy ez a nehéz sírásról feladat. Azt gondoltuk, hogy mindenféleképpen egy csapatépítő hétvége is lehet egy ilyen, hiszen a versenyzőket elkísérik a kollégák, a családtagok, és így tényleg egy össznépi versenyre kerül sor. 6. alkalommal rendezzük már meg ezt a sírásos versenyt, és az ötlet annak idején, 2015-ben fogalmazódott meg egyesületünkben, hiszen a sírásás a temető üzemeltetés egyik fő része, és mindenféleképpen szerettük volna azt, hogy a nyilvánosság is egy kicsit ebbe belelásson, hiszen amikor temetésről van szó, akkor a gyászolók csak a szertartásra érkeznek, és az előkészületi munkákat nem látják, és itt ezzel egy kicsit próbáljuk bemutatni ő számukra is ezt a nehéz munkát. A versenyzők idén már 3 versenyszámban mérhetik összetudásukat. A zsűri szigorúan betartatja a versenyszabályzatot, és elmondták, hogy a végeredmény esztétikai szempontból is meg kell feleljen az elvárásoknak. Amit a versenyről tudni kell, tehát 2 fős csapatok versenyeznek a hátam mögött, az ország majdnem minden részéről 16 csapat indult el végül is, 17 csapat nevezett, amit a versenyszabályokat tudni kell. Tehát egy 2 méterszer 80 centis és 1,60 centiméter mély sírgödröt kell kiásni. A leggyorsabb időeredménye feljegyezze, minden csapatnak az időn feljegyezzük, és ezen belül a precizitás is fontos. Tehát van egy méretre kialakított kaloda, amit a sírgödörbe a kollégáim leengednek, és amelyen mélységben megakad a kaloda, az a centiméter lesz értékeltő. Ez a versenynek az első versenyszáma, a második versenyszám a hantolás, erre a csapatnak 15 perce van, hogy ezt a 3-3,5 köbméter földet 15 perc alatt vissza kell hányniuk a sírgödörbe, illetve egy esztétikailag egy kegyeletteljes hantot kell nekik ennyi idő alatt kialakítani. Ezt is pontozza a bizottság a legesztétikusabb hant tekintetében, illetve most idén először a temetkezési KFT egy 3. versenyszámot is meghirdetett, 24 tő virágot adunk a versenyzőknek, és ugyannyi idő alatt, 15 perc alatt gerebje, kapa, illetve locsoló segítségével, persze a virág, 24 tő virágot esztétikusan el kell helyezni a sírhanton. A kemény fizikai munka mellett a temetkezési dolgozók nap mint nap találkoznak az élet árnyoldalával, a földi élet befejeztével, gyászoló családtagokkal. Mivel itt nem volt elhunyt, lehetett vidáman viselkedni, sokakat komoly szurkolótábor is elkísért. Fizikai erőnlét mellett fontos, hogy az összeszokott páros jól tudjon együttműködni. Elég kemény a föld, jelen nem számítottunk, de eléggé kell küzdenünk csákányozással tudunk haladni. Ásot alig tudjuk, de bízunk benne, hogy legalább még egy 2 nyom csákányozáshoz nem már tudunk lejjebb haladni, hiszen ez az első versenyünk, még most kezdtük. Úgyhogy hát kitartunk. A versenyt a hajdúböszörményi sírások nyerték.